ezen a területen. Hosszú József polgármester mutatta be az új piacot a vásárlóknak. A nyári melegben a legfontosabb berendezés a légkondicionáló, ami elviselhető hőmérsékletet teremt télen-nyáron az épületben. Az elmúlt években gyakran felmerült az a probléma, hogy a piacon árusító árusok, illetve a piacra látogató vásárlók ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, hisz télen-nyáron a szabadtéri piacon kellett árusítani. Na most ez a új beruházás ebben segít, hogy a termelők télen-nyáron komfortos 21. századi körülmények között tudják kínálni a portékájukat, illetve a vásárlók is ilyen körülmények között tudják majd megvásárolni azt, amit szeretnének. Az átadón résztvevő Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, különösen büszke arra, hogy a testület által koordinált top forrásból sikerült felépíteni ezt a modern létesítményt. Több alkalommal személyesen is meggyőződtem, hogy úgy feltudnak, milyen fontos ez a piac az itteni közösségnek, milyen fontos találkozási lehetősége is. Nem csak bevásárlási helyszín, hanem valódi agóra. Eszmék, gondolatok cserélnek gazdát, gazdagodnak ezáltal nyilván, akik részt vesznek ebben a párbeszédben egymással és a közösség többi tagjával, akár mindenkivel is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beruházás Újfehértón. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de a legfontosabbak között van. Különben örömömre szolgált, hogy mindezt a területi operatív program forrásaiból valósította meg a város. Nem sokára elkezdődik a következő topos, top pluszos beruházási program következő 7 éves szakasza is. Remélem, hogy ugyancsak sikeresen pályázik Újfehértó a további terveik megvalósításához, és hasonlóan szép és hasznos beruházásokat tudunk a jövőben is itt Újfehértón átadni. Amikor az aszály elveszi az életterünket itt a nyírségben, akkor, amikor a vírus újra támad, nekünk is válaszolni kell ezekre a kihívásokra. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a piac nem csak elárusító hely, hanem olyan tér, amely erősíti a helyi közösséget. Egy gyönyörű közösségi térrel gazdagodott a város, egy új piac épülettel, amely mind az eladók, a gazdálkodók, mind pedig a vásárlók igényeit ki fogja elégíteni véleményem szerint. Ez a beruházás a területfejlesztési operatív program jóvoltából valósult meg, 389 millió forint értékben. Ez része annak a fejlesztési programnak, amely Újfehértón zajlik. Ha csak a területfejlesztési operatív programot említem, ott 12 pályázatban több mint 4 milliárd forint összegű forrás érkezett a városba, és a belvíz programok mellett egyedül a piac az, ami elkészült ezekből a programokból. Reméljük, hogy most már a munka egy kicsit fel fog gyorsulni, és szolgálni tudjuk ezen beruházásokkal az újfehértói és térségbeli polgárokat. A termelői piacok legfontosabb célja, amit érdemes itt kétszer aláhúzni, hogy helyben maradjon az a haszon, amit az értékesítésből keletkezik. Az újfehértói beruházás eredményeképpen korszerű, a mai igényeket maximálisan kialakított körülmények jönnek létre, ami elősegíti a helyi és környékbeli termékek piacra jutását. Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a kormány kiemelten támogatja a helyi piacok létesítését, ami lerövidíti a termelői láncot, és helyben nyújt megélhetést a gazdáknak. Ez az a létesítmény, amely képes meghatározni a település arculatát. Túl azon, hogy találkozásnak biztosít remek lehetőséget, elsődleges helyszíne tud lenni a helyi kézműves termékek előállításának szolgáló értékesítésre, ahol tud találkozni a termék előállító és a vásárló. Ez az a helyszín tud lenni, ahol mindig a friss és szezonális termékek meg tudnak jelenni, mert ma már tudjuk jól, hogy a piacok egy valódi életmódot jelentenek. Újra reneszánszát éli, és egyre több vásárló ismeri fel a helyben készült jó minőségű termékeknek a vásárlási helyét. Az új piacot a használatba vételi eljárás lezárta után szeptember végén vehetik birtokba az árusok és a vásárlók Újfehértón.